Köszöntöm a kedves nézőket. Itt vagyunk a Fehértói Halászcsárda és Panzió teraszán, itt fagyoskodunk. Mellettem igen, Kádár Németh Matilda konyhafőnök. És hogy ne kelljen sokáig fáznunk, igyekszünk majd a kemencébe mielőbb közel kerülni, és egy nagyon-nagyon kedvelt ételt, amit itt a csárdában nagyon kedvelnek, azt fogunk elkészíteni, az pedig egy kemencés báránycsülök. Na de hogy ugye, hogy fogjuk elkészíteni? Mondhatnánk egyszerűen úgy is, hogy csak egy zöldségágyat fogunk készíteni, de természetesen sokféle finom zöldségfélét fogunk alárakni, és azt a köretként fogjuk tudni használni a bárány tálalásákor. És a zöldségfélék közt van egy nagyon érdekes újfajta növény, batáta, amit Várolyai Dénes ásotthalomról bocsátott a rendelkezésünkre. Én azt gondolom, hogy ásotthalmon ez egy elterjedt zöldségféle lesz, ugyanis ugye puszta mérgesen meg tudjuk, hogy ott spárgát, illetve csirágot, de hát mondhatnánk Csanyteleket, aki karalábjéről híres. Én azt hiszem, hogy a magyar konyhának ez egy nagyon jó kis kiegészítője lehet. Nagyon kellemes ízű, úgyhogy szerintem fogjunk hozzá, és rakjuk be a kemencébe ezeket a finom báránycsülköket. Én egy picit olajat öntök a tepsi aljára, és ugye ezt megrakjuk gazdagon zöldségfélékkel. Hát igen. Hát ugye, mint tudjuk, a sárgarépa az egy roppant kellemes zöldségféle. Ezt csak szépen karikára vágjuk. Nem kell nagyon vékonyra vágni, hogy azért még maradjon roppanós, tehát ne tudja nagyon szétsülni, nagyon lepuhulni. De természetesen zöld paprikát, paradicsomot, gombát, mindent tehetünk alá. Azért is jó ugye ezt a sok zöldséget alá tenni, mert azért mondjuk meg azt is őszintén, hogy ez a báránycsülök azért nem egy-két perc alatt fog nekünk elkészülni a kemencébe, és ez a rengeteg zöldség tulajdonképpen egy jó kis páratartalmat is adni fog ennek a húsinak, tehát egy picikét párolódni is fog alulról ez a mi húsink, tehát könnyebben. Nem fog úgy kiszáradni sem utolsó sorban. Tehát tudjuk, hogy ha gombát is, ha pirítjuk, elég nagy vízmennyiség jön ki belőle. Bizony. Na, én azt egy hiszem, kis paradicsompaprikát is szelünk bele. Na, ebbe lettek ilyen kis. De. Jó. Én azt hiszem, hogy megpucoltam őt. Hát szerintem vágd el négybe, vagy valahogy, és aztán felszeleteljük. Nevezhetjük édesburgonyának is ezt a finomságot. Igen, tulajdonképpen ugye ez nekünk nem is annyira újdonság, mert azért a szakma ismeri ezt, meg eddig igen is használta. Csak ugye hát a háztartásban még nem annyira ismert. Mert én megkapom. Mennyit vágjak? Fölvágjam, vagy hát már még azt, tegyük alá. Jó. Úgy hallottam, hogy az ásotthalmiak már ki is próbálták, és sokjuk is receptet ajánlanak a háziasszonyoknak, úgyhogy igen, ez a finom trópusi növény előbb-utóbb el fog itt is terjedni. Maga. Azt gondolom, még egy kicsi zöldségféléket rakjunk bele, ezt rád bíznám, de nem kell mind belerakni. Igen, én is egy kis cukkinit is szelünk rá. És ugye ez esetben nem is fogom meghámozni. Bizony. Nem kis darabokra, ez sem. A zöldségféléknél az a lényeg, hogy szép, változatos, és minél mozaikosabb, minél összetettebb, sokrétűbb legyen. Még egy kis paradicsom, tessék. Igen. Ezt is csak. Az csak enyém így kicsit csak négybe vágom. Oké. Jó. Na, azt hiszem, hogy ez egy kicsit sót már ide is rakunk azonnal. És aztán jöhetnek ezek a gyönyörű báránycsülkök. Szépen sorba rakjuk. Egyet így, egyet úgy. Igen, ami oda akart menni, az már ott is kell, ez ott is fog maradni, így bizony. Igen, a rozmaring az fantasztikusan kiegészíti a bárányt, tehát az, az... Úgy, így. Hát így egy kis só még rá. Igen. Meglocsolgatjuk, hogy fényes legyen.
és aztán már mehet is be a sütőbe. Gyönyörűek. Tessék, ezt is onnan. Hát, kedves nézők, még egy jó órás fagyoskodás, és azután azt gondolom, hogy kivezényelhetjük ezeket a bárányokat. Megnézhetjük, a hogy mi történt a kemencében. Mi kellőképpen kifagyoskodtuk magunkat, de azt gondolom, hogy a báránycsüléknek igencsak melege lehet, és meg van dúsítva ez a batátával, úgyhogy nézzük meg, hogy mi az eredmény. Jónak indul. Kell hozzá a... Jaj. Jó, hát itt jut mind a kettőnek egy-egy tepsi. Ó, hát azért na. Hát, én azt gondolom, igen, hogy nem csak a bárányok lehetnek büszkék a csülkeikre, mink is, amit készítettünk. Igen, ragyogó. És itt van benne, igen, és itt van benne. Micsoda illat ez, a gyönyörűen átjött ez a finom fűszer. És jön csodálatosan, igen. Szinte. Hát, jó dolog ez a kemence. Igen. Nem csak az a dolgunk, hogy jó étvágyat kívánjunk a kedves tévénézőknek.